A következő percekben egy roppant izgalmasnak ígérkező dokumentumfilmről fogunk majd beszélgetni. Ezt a filmet, akár hiszik, akár nem, 2004. október 23-a óta forgatják. Az a címe, hogy a Lyukas zászló, és nem kisebb nevek jegyzik, mint a világhírű operatőr Zsigmond Vilmos, vagy épp Kovács László, ugye mind a ketten Oscar-díjasok. És ez a dokumentumfilm, ebből már a címből is persze kiderül, 1956-ot kívánja földolgozni. A film producerével, Kovács Klaudiával és forgatókönyvírójával, Holes Endrével beszélgetünk. Ugye sokat tudunk Zsigmond Vilmos munkásságáról, és azt is tudjuk nagyon sokan, és büszkén gondolunk mindig erre az ő nevét látva különböző hollywoodi filmek főcímén, stáblistáján, hogy ő volt az a filmes, akinek gyakorlatilag az 1956-os dokumentum felvételeit évtizedeken keresztül láthatta a világ. Ha jól emlékszem, egy táskába vagy szatyorba rejtve dugta el azt a kamerát, amivel ő lefilmezte az 56-os eseményeket, így aztán nem lepődünk meg a dokumentumfilm téma választásán. De egyébként tőle jött az ötlet? Az ötlet az tőlem jött. Még annyit hozzátennék, hogy nem csak Zsigmond Vilmos, hanem Kovács László is forgatott 1956-ban, úgyhogy ezért hoztuk be mind a két operatőrt, és megtisztelve érezzük magunkat, hogy részt vesznek ebben a produkcióban. Gondolom nem volt őket nagyon nehéz rávenni, nem? Az előzményeket tekintve. Igenis és nem is, szóval azt gondolom, hogy ilyen kaliberű embereknek azért szükség van egy bizonyos szintű minőségre ahhoz, hogy elkötelezzék magukat, úgyhogy ezért különösképpen tiszteletre méltó, hogy így döntöttek. Nagyon izgalmas ez a stáb, most itt önökre is gondolok, hiszen Klaudia is és Endre is többnyire azért vagy a film, vagy a színház világából érkeznek. Ez pedig egy dokumentumfilm. Lesznek-e benne olyanfajta játékfilmes fordulatok, izgalmak, hiszen a történet persze adott, de mégiscsak egy dokumentumfilmről beszélünk. Szóval elegye lesz ez több műfajnak, vagy száraz dokumentumfilmről beszélünk? A szárazat idézőjelbe teszem persze. Én úgy gondolom, hogy semmiképpen sem beszélünk száraz dokumentumfilmről, annak ellenére, hogy nem lesznek játszások, színjátszás elemei a filmnek, és dinamikájában, világlátásában teljesen más lesz, mint az eddigi dokumentumfilmek. Úgy gondolom már csak azért is, mert filmszínházi vetítésre készítjük. Tehát akkor ez egy akár egész estés hosszúságú film lesz? Igen, ez egy egész estés film, másfél óra, sőt lehet, hogy hosszabb változata is lesz. Számomra ebben a filmben a dráma az, ami a legérdekesebb, miután nekem ez az első dokumentumfilmem. Akárkivel beszélünk, az a legmeglepőbb, hogy mindenkinek másképpen jelenik meg az 56-os történet, és mi még ezt annyival is kiterjesztjük, hogy nem csak magyarországi résztvevőkkel beszélgetünk, akik ott voltak a helyszínen, hanem ennek a nemzetközi és történelmi következményeiről, indító okairól is beszélgetünk, ezért beszéltünk Henry Kissingerrel is, és Habsburg Ottóval, és mindenki, és olyan emberekkel, akik az ENSZ-ben vagy a Szovjetunióban ennek a külső részét és külső mozgatóerőit figyelték meg és tartották szem előtt. Tehát számunkra a történet 45-ben kezdődik a jaltai egyezménnyel, és 89-ben zárul le, amikor a forradalom követeléseit végül is teljes mértékben teljesítették. Mind a két momentum történelmi esemény megjelenik egyébként a filmben? Elsősorban az a cél, hogy mi magyarok, ha lehet még többet megtudjunk az 56-os forradalomról, hiszen még mindig nagy a homály bizonyos szempontból, vagy az a cél, hogy a világ előtt is elbüszkélkedjünk egy olyan, nevezzük nyugodtan csodáról, amelyre akkor sokkal többen figyeltek oda a világ különböző országaiban, mint mi gondoltuk volna. Igen, hát mindenképpen az elsődleges cél az az, hogy nemzetközi szinten elismerést vívjunk ki 56-nak. Én megdöbbenéssel konstatáltam azt Amerikában élve, hogy 68-ról rengetegen tudnak, 53-ról is, de 56-ról nagyon kevesen, és úgy gondolom, hogy ez a mi feladatunk magyarokként, hogy propagáljuk a saját történelmi eseményeinket, és tudatosabb világgal, hogy mit tettünk. Ugyanakkor van egy másodlagos célja is, én abba a generációba tartozom, akik nem nagyon tudnak 56-ról, és iskolákban sem tanultunk még 56-ról, tehát van egy vákum, egy olyan 2-3 generáció 45 óta, akik nem tudnak erről, és úgy gondolom, hogy szükség lenne egy ilyen filmre, ami globálisan mutatja be 56-ot.
Hát az biztos, hogy sokan kíváncsiak lesznek erre a filmre, már csak az alkotók miatt is. Ugye Zsigmond Vilmos neve, vagy Kovács László neve, tehát mindenképpen vonzani fogja az embereket a mozikba. De egyáltalán mikor lesz a bemutató? Feltételezem, hogy az 50. évforduló környékén. A bemutató az elvileg igen 2006. október 23-án lenne. Miért elvileg? Azért elvileg, mert hát egyrészt még mindig a anyagi gondokkal küzdünk. Sok ígéretet kaptunk Magyarországon konkrétan, hogy kapunk támogatást, ebből eddig semmi nem valósult meg. Valahogy nem csodálkozom, nem is tudom, hogy miért. És ez veszélybe hozta végül is a filmnek az időbeli elkészítését, tehát függetlenül mi határozottan folytatjuk a munkát, és nagyon szeretnénk, hogyha lenne annyi érdeklődés legalább Magyarországon, hogy lenne egy magyarországi forgalmazó, furcsának találnánk azt, hogy úgy kellene bemutatni a filmet külföldön, hogy Magyarországon semmiféle érdeklődés nincs ez iránt. Hát volt már erre példa, de inkább drukkoljunk azért, hogy mindenhol bemutassák, és ha lehet, akkor Magyarországon legyen a premier. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és a film befejezéséhez további sok erőt, meg ötletet, és persze pénzt, mert ez talán a legfontosabb harmadik szempont.